Jó napot kívánok, hölgyeim! Búzás Mihály vagyok ismét. És idáig arról beszéltünk, hogy miért legyen egy nő anyagilag független. Most elérkeztünk ahhoz, hogy hogyan legyen egy nő anyagilag független. Ha most hallgatod a videót, akkor tulajdonképpen te is jelen vagy az interneten. Hagyd kérjek már bocsánatot a hölgyektől, én magától nem tudok beszélni, én mindenkit negedek. És vicca ugyanúgy el is válom. Jó? Kis kitérő után folytatjuk. Ha már jelen pillanatban is netezel, miért ne használnád ki azt a lehetőséget, mondjuk egy kis plusz jövedelem szerzésre? Természetesen annyi pilóta játék és komolytalan üzlet jelent meg az interneten, aminek nagy része eltűnt, vagy el fog tűnni, és természetes, hogy óvatosan kezelik az emberek az ilyen ajánlatokat. Te hogy vagy ezzel? Van célod? Kitűztél magadnak egy olyan célt, amelyet szeretnél egy bizonyos időn belül megvalósítani? Egyáltalán gondolkodsz ezen, vagy csak azért hajcolod magad, hogy túléld a mai napot, a holnapit? Tudod, miért kérdezem ezeket a dolgokat tőled? Mert nemrég még én is feltettem magamnak ezeket a kérdéseket. Igen, és nem szégyellem ezt kimondani. Pontosan azért kerestem magamnak valamit, ami plusz bevételt tud nekem biztosítani. Viszont olyas valamit szerettem volna, amit otthonról tudok csinálni, nem kell utaznom, mert ugye ez plusz kiadás. Ha hallgatod ezt a videót, ugye? Jelen vagy az interneten. És már az előbb is mondtam, hogy ha már netezel, miért ne használnád ki azt, hogy egy kis plusz jövedelem szerzésre? Van benne logika, nem? Szerintem igen. Legalább én is így gondolkoztam, amikor ráléltem és belevágtam az Empower Networkbe. A jó hír az, hogy az Empower Network kiállta a próbákat. 2014. januártól kezdték el csinálni a magyar fordításokat, és most már magyarul tudják az emberek olvasni, és már látják, hogy ez egy komoly üzlet, és ez nagyon hasznos, akár a hálózatépítők, egyéni vállalkozók, termék és szolgáltatás forgalmazók számára is. Mellesleg az Empower Network az nem is MLM üzlet, hanem affiliate marketing üzlet. Engem nem érdekelt, hogy ki mit mond, és ki mit gondolt, mikor belevágtam ebbe az üzletbe, hiszen a családom és a magam életéről van szó. Jobbá teszem azt, vagy nem, csak is rajtam áll, illetve csak is rajtad áll. Egy döntésen. Egy nagyon egyszerű és olcsó döntésen, ami később gyökeresen meg tudja változtatni az életedet, úgy, ahogy az enyémet is megváltoztatta. Ezért hoztam egy döntést 2014 áprilisában. Igaz, ma sem vagyok gazdag, de rengeteg problémám megoldódott. Nem okoznak gondot a sárga csekkek. Nem probléma, hogy mikor jön a nyugdíj, illetve nyögdíj, hogy le tudjak menni a közértbe vásárolni. De valójában miért ne gondolkodnánk el ezen? Feltetted nem magadnak ezt a kérdést? Hogy egyáltalán, most, per pillanat, milyen anyagi helyzetben vagyok? Meg vagyok elégedve? Vagy lehetne még jobb is? Megélek a fizetésemből? Vagy éppen, hogy ez csak a számlákra futja? Milyen igényeim vannak? Mit szeretnék megvalósítani, amit még nem tudtam eddig az életemben? Van ilyen dolog? Nálam volt. Tudom, azt mondják, hogy a pénz nem boldogít. De vajon szegényen élni jobb? A pénzért igaz, nem lehet sem boldogságot,
sem időt venni, de minden mást igen. Ez így van. Én 2012-2013-ban még egy nagyon a padlón voltam. Mivel Pesten havi 50.000 forintból még egyedül sem lehet megélni. Konkrétan megélhetési problémákkal küzdködtem, nem először az életemben. Nem csak én, rengetegen az országban, és lehet, hogy te is. De tudod, ez nem vigasztalt. Az emberek mindig azt mondják, hogy majd jobb lesz, meg a szomszéd is szarul él, senkinek sincs pénze, majd változni fog a helyzet, lesz jobb, stb. Etc. etc. Oké, de mikor? Nekem egy életem van. És nem mindegy, hogy hogyan élem le a hátralévő 53 évemet. Tehát a kérdésem a következő. Akarsz-e egy olyan titkos tudást, amivel pénzt tudsz keresni? Hát, szerintem ki ne akarna. Az az igazság, hogy valójában sokszor az emberek nem azért sikertelenek, mert lusták, igaz néhány ember, de előfordul néha, hanem egyszerűen nem tudják, hogy mit kell tenni a sikerért. 2014-ben nem kérdés, hogy az interneten van a pénz. Viszont az online marketing tudás az elengedhetetlen a sikerhez. Valójában ebben nincs semmi meglepő, mert ezt tudják a cégtulajdonosok, a hálózatépítők, ugye? Egy dolgot viszont nem tudnak. Azt, hogy ezt hogyan kell csinálni. Egyszerűen ezt még kitalálni sem lehet, mert bármit gondolsz arról, hogy mit kell csinálni az online marketingbe, valószínű, hogy tévedsz. A mi birtokunkban, tehát az Empower Networknél van egy olyan titkos tudás, ami más embereknél nincs. Vagy csak bizonyos töredék információk vannak. A helyzet az, hogy itt olyan online marketing szakemberek vannak, akik sok millió dollár értékben adtak el rendszeresen az interneten, és adnak el most is. Nyilvánvaló, hogy ilyen ember ma Magyarországon nincs, aki ezt megteszi nap mint nap. Hát, egy valaki van, mert azt hiszem a gatyán az szintén interneten is dolgozik. Amerikában viszont az egyik ilyen szakértő az első 9 hónapjában 2,7 millió dollárt keresett úgy, hogy anyagi csődbe volt előtte. Neki van például egy olyan videója, aminek a címe az, hogy hogyan uralod a forgalmat az interneten. Itt olyan tippek vannak, amit te kizárt, hogy beszeretsz itthon, vagy ha mégis, egész biztos, hogy 100 000-eket fizetsz érte. Most kapackodj! Nálunk egy 25 dolláros regisztráció után azonnal kulcsra készen megkapod, és hozzáférhetsz ehhez a titkos videóhoz, és egyéb más felbecsületete értékű marketing anyaghoz. Ha készen állsz erre a titkos infóra, beszerezheted itt, katta linkre. Ez egy nagyon különleges üzlet. Mert nem csak, hogy odaadja neked ezt a titkos tudást, és ez a lényeg, hanem meg is tanítja, hogyan kell ezzel pénzt keresni, hogyan tudsz létrehozni egy ilyen értékesítési csatornát, ami automatizálja az üzletedet az interneten. Ha pénzt akarsz keresni most, akkor elkezdheted az üzleted itt és most. Kattints a linkre, és holnaptól már dolgozhatsz velünk közösen. További szép napot kívánok, csókolom!